A kolozsvári önkormányzata belvárosba költöztetett egy buszmegállót. A cél, hogy végre láthatóvá váljon az az egész alakos Dávid Ferenc szobor, amely az Unitárius templom és János Zsigmond Unitárius Kollégium közötti téren helyezkedik el. Dávid Ferenc szobrát 2019-ben állították fel ide a kolozsvári belvárosi Unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium között lévő helyszínen. Az egész alakos szobrot teljesen eltakarja a közelben levő buszmegálló, az utca túloldaláról egyáltalán nem látszik. A Magyar utca felújítása a végéhez közeledik. Ennek apropóján a közösségi médiában többen is megjegyezték, hogy érdemes lenne tovább költöztetni a buszmegállót, hogy teljes pompájában lehessen megcsodálni a bronzszobrot. Olai Mesa alpolgármester híradónk érdeklődésére megerősítette, az utca átalakítási terveiben szerepel a buszmegálló áthelyezése, de nem kell nagy módosításra számítani. Már az első közviták alkalmával jeleztük azt, hogy szükséges lesz ennek a buszmegállónak a költöztetésekben azért, hogy a szobor láthatóvá váljon, akkor egyetértettek a tervezők, és mihelyt elkezdik a munkálatokat a járda felújításával kapcsolatosan át fogják helyezni ezt a buszmegállót. A belvárosi infrastruktúra korszerűsítése, köztük az egyik legjelentősebb sugárút, a Magyar utca felújítása tavaly kezdődött el, de a felújítási munkálatok még javában zajlanak. A tervek szerint csak annyit fog költözni a buszmegálló a Maros tér irányába, amennyi ahhoz szükséges, hogy a szobor láthatóvá váljon, tette hozzá az alpolgármester. Szerettük volna megszólaltatni a belvárosi Unitárius Egyházközség lelkészét is, hogy fogalmazza meg álláspontját ezzel kapcsolatban, de híradón kezdetéig nem sikerült elérnünk őt.